ennyire szabadon szívedet, sok minden akarjuk elmondani elfelejtett testvéreitől. Ezzel a csodálatos konzervatívai nézettel indul az a könyv, amely a kisfalvasi számítási ipari szakmunkásként és történelmét rögzíti, és a centenári alkalmában jelent meg Becseiné dr. Kis Erzsébet és Kovács Ferencné kitartó és szorgalmas kutató munkája eredményeként. 100 évvel ezelőtt, 1887. január 2-án nyitotta meg kapuit a Havasi tanoncok előtt az iskola. 100 év már elég ahhoz, hogy emlékezzünk. Emlékezni jöttünk össze, tisztelegni az előttük előtt, felidézni a Tanácsköztársaság dicső napjait, és megemlékezni a kis zászlóbontásának 30. évfordulójára. E hármas ünnep alkalmából köszöntöm ünnepség sorozatunk kiemelkedő programján az elvtársnőket és elvtársakat, városunk, párt és állami szerveinek képviselőit, vezetőit, munkatársait, a Tanácsköztársaság veterányait, városunk és környékének alapító kis tagjait, minden kedves munkatársamat, kollégámat, fiatalságunk képviselőit. Dr. Szabó Miklós elvtársat, a megyei bármizottság tagját, a városi bármizottság első titkárát, esta.
képére az Isten. Ezt a fajat a tennap emléke és a ma kétségei gyökünk. Ebben a fejben forradalmunk magai csillárnak. Erre a fejre régóta lesben áll a kultén. Ezeket a között a teremtés az Ezek álmodtak valóra és megálkozottak jogok. Ezek a kezek lesújtanak és felemelnek egyszerre. Ezek a kezek bilincsak nyomait viselik. Ezek a kezek nem forcsolódnak ki mára. Ezek a kezek gondolnak a vértre. Ezek a lábak nem csúsznak el egy darab csíjon. Ezek a lábak anyagnak a sárkos árván hírfejét. Ezek a lábak eljutnak arra a tájra, amelyről a fej álmodik. Ez a újították az országot derék, lelkes úti szintját. Jót tevő és szegény népnek, iskolára mennyire mindjárt. De nem így volt az ő. Munkás ember áldás tűzhat. Egy 2000 körülte millió jobbágyás tűzhat. Magyarország kulcsországból. Van termése, kincse, vagyja. Egyik a kulcsnép szeretett végül a sár zserére rakja. Csak a zsarok, csak a gazdagért föl minden földi jobba. Meglátszolták, utították a dolgozó milliókat. De ma már a színe bátorban. Sátottak a gyermekország. Ha összeszakad ég és föld, mégis más lesz Magyarország. Ez az ország mindjárt kép, hogy nincs a tudat benne. Háborúra képző jöttel minden sárban után gyerek. Van-e bőle áldozat? Megáll, a gyökere,
Termőkön tartva a tenyerre, százezer hegy a kenyere. Itt a nem félnek önnek, a ködökvár hegyetőnek, a tömegnek nincs kenyere. Kenyét és a tiltókók, hánykodik, talasztókók, tömény összenítettek, tartogatói kibolja, nyúlik, válik a műlökét, más tudóvány telefonnak. Világ, bekap a tömeg, felleges, forgalika, fogastog a bérkaszárnyak körbe sora. Kapkodj, jól a hovaért, csűrért, gyárért, kopjáért, 7 óraért utáért, a gőt fölért, a fias tyúkért, bőrpénzőt, hatfölét útért. Nyírkos, körbet a batyáért, éles szobán lányáért a tömeg, körülött a köstörött tömeg. Folyók viszikál a szalaszlát, míg kapja, vízimál az ár, és szorolja a viszinket, a padokat, a csákokat, a lovakat, a földet, a karokat. Ó, minden más hiába való. Az arkó, az ágyok, a csőd, a szó, ő az épület, s az építő, de valakő, fönnel. Thank you.
személyi és munkakapcsolattal való kapcsolatot iskolánkban. Nagy öröm és nagy megszüntetés számunkra, hogy ezt a gyönyörű zászlót hányozták, amely ezt követően iskolán zászlója lett. Köszönöm a gyárka lehetőségének, minden kollektív, az egész kollektívájának, hogy ezt a zászlót adományozta iskolánkban. Boldog újabb évszázadot! Ezen mozaikok alapítása mindegyiknek nagyon erős.
Nagy a felelősség, és mondhatom, tudjuk, hogy mi a szeretünk, mindannyian remélhetőleg bátran mondhatom, mindannyian megtaláltuk fejünket abban a magyar társadalomban, ami 68 éve történtek, 30 éve történt események már ma építi a mai Magyarországot. Ifjúsági szövetségben mindenkor is kiemelt helye és szerepe volt abban a munkában, ami a társadalom építésébe jelentkezett. Március 15. kérés, és most március 15. kérés emlékezve, soha nem lehetett félre figyelmeztetni, hogy mi abban a korban a fiatalok szeretétetben. Szeretnénk megmutatni, hogy nagy történelmi sorsfordulók nélkül is meg tudja mutatni ez a korosztály, hogy mi a helye, hol a helye a magyar társadalom, egy kicsit magyarországról szóljon. Nagy tisztelettel és őszinte szeretettel gratulálok mindenkinek, akinek a munkáját ma a tisztelettel köszöntöm. Minden jelenlevő és a tisztelettel bizottság nevében is nagy tisztelettel adja már egyedik alkalommal számunkra a tisztelettel bizottságának közös hangokat. Színes és maradandó élményt nyújtott